Településünk önkormányzatának a Kányapatak középső szakaszának rekonstrukciója című nyertes pályázata révén valósulhat meg most a patakmeder kikotrása, betonozása, valamint betonelemekkel való ellátása. A kivitelezést végző Fárosz 95 Kft. Munkatársai az elmúlt hetekben is a lehetőségekhez képest gyorsan és hatékonyan dolgoztak. Az elmúlt időszakban a Kányapatak kotrási munkálatai befejeződtek itt a belterületi szakaszon. Most már a alépítmény betonozása, illetve a betonpanelek beemelése történik. A földmunkáknál annyi, hogy a kitermelt föld elszállítása van folyamatban. A betonozással átléptük a 50%-os készültséget. Az alépítmény az már olyan 70-80%-ban van kész, a panel beemelés az olyan 60-70%-os készültségen van. A Kányapatak városi szakaszának több mint 50%-án már végeztek a munkával. A fennmaradó részen jelenleg is párhuzamosan folynak a különböző munkafázisok. A belterület mellett a külterületi meder rekonstrukciója is megkezdődött. A külterületi szakaszon gyakorlatilag befejeződtek a fakitermelési folyamatok. Ott a tuskóknak, illetve a gajaknak az elszállítása van folyamatban, és a kotrási munkálat olyan 70-70%-on van jelenleg. A tervek szerint a kivitelező október végéig teljesen befejezi a Kányapatak belterületi szakaszának rendbetételét.